Tuba traktátus 84-es lapja következik, és a 83-as nap végén tartunk. Tegnap arról beszéltünk, hogy a nő által a házasságban behozott vagyonnal kapcsolatban három joga van a férnek. Ki emlékszik, mi ez a három? Haszonélvezeti jog, az elidegenítési jog és az öröklés. Így van, köszönjük szépen Kálmán. Tapsoljuk meg a Kálmánt, aki szegény okon hagyta a telefonját. Most ugye arról volt szó a misnában, és ezt elemeztük tegnap hosszasan, hogy a férj ezekről a jogokról milyen módon mondhat le. És különböző mondások és különböző dolgok voltak. A misna végén pedig Simon ben Gamliel azt mondta, hogy az öröklés az egy olyan jog, amiről nem mondhat le a férfi. Az, hogy örökölje a feleségének a vagyonát, arról nem mondhat le. És miért nem? Azért, mert hogyha lemondaná erről, akkor a Tórával szembe menne. Ugyanis Rabban Simon ben Gamliel szerint az a tény, hogy a férj örökli a meghalt feleséget, az egy tórai törvény. És a tórai törvénnyel szemben nem lehet kikötni, nem lehet feltételt kötni. Oké, eddig stimmel mindenkinek? Nem olyan bonyolult. Oké, amár Ráv, Allah, Rabban Simon ben Gamliel, löj, mit támej. Ráv azt mondta, a halaká Rabban Simon ben Gamlielt követi. Valóban az öröklés jogáról nem mondhat le a férj. De nem amiatt, ami miatt Rabban Simon ben Gamliel mondta. Igaza van, a törvény szempontjából igaza van, de az érvelése nem jó. És kedves barátom, a következő 20 percben arról lesz szó, hogy mi az az érvelés, ami nem jó. Oké? Mája lachak Rabban Simon ben Gamliel lejme tamej. Mit jelent az, hogy a halaká Rabban Simon ben Gamlielt követi, de nem jó az érvelése. Nem azon érvelés miatt, amit ő mond. De még egyszer, mit mondott Rabban Simon ben Gamliel? Azt mondta, hogy a férj bármit mondjon, nem mondhat le arról, hogy a feleségének a vagyonát örökölje. Miért nem? Mert a Tóra törvénye az, hogy a férj a feleséget örökli, és ha valaki egy olyan feltételt tesz, egy olyan kikötést, egy olyan állítást, ami szembe megy a Tóra törvényével, akkor az nem egy érvényes állítás. Ezt mondta Rabban Simon ben Gamliel. Akkor hol van itt az érvelésben a probléma, amire Ráv utal? Akkor Ráv azt mondta, hogy a halaká Rabban Simon ben Gamlielt követi, de nem amiatt az érvelés miatt, amit ő mond. Mi a gond ezzel az érveléssel? Az egyik lehetséges variáció az a következő. Ilei ma, a lachak Rabban Simon ben Gamliel, de amár im mei szényre sen, a vláb mitány mei. De ilu Rabban Simon ben Gamliel, szavar másznál máskazba törjött nagy batel, Ráv szavart, nagy kájom, vek a szavár, jelúsa szabál, de rabban, vek a hamaszú, hazak lindu vrem, és jelzem is a törjött. Az egyik lehetséges modell az a következő. Nincs igaz a Rabban Simon ben Gamlielnek abban, hogyha valaki a Tóra által meghatározott jogi állapottal szemben jelent ki valamit, akkor az a kijelentés az semmis. Ez nincs így. Ez nincs így. De a helyzet az, hogy valójában az, hogy a nő vagyonát a férje örökli a nő halála után, az nem is egy tórai törvény. Tehát ez a kérdés most nem ide tartozik. Miért nem? Mert ez nem egy tórai, hanem egy rabinikus szabály. És érdekes módon, bárha a tórai szabály lenne, akkor érvényes lenne a férfi mondása, ahogy lemond a nő vagyonáról, de tekintve, hogy ez egy rabinikus szabály, és a rabinikus szabálynál a rabbik erősebb hatályt adtak a szabályuknak, mintha tórai szabály lenne, hogy miért arra mindjárt visszatérünk, ezért ezen rabbinikus szabállyal szemben, ha az ember állítást tesz, az az állítás nem érvényes. Érthető? Miért? Ugye erre már többször volt szó, hogy a bölcsek, ugye abból indulnánk ki, hogy alapvetően ami tórai szabály, az súlyosabb, annak nagyobb súlya van, mint egy rabbinikus szabálynak. De bizonyos dolgokban azt mondjuk, hogy ha hamim asszu hizuk le divrejem, hogy a bölcsek egy ráerősítést tettek az állításukkal, vagy a törvényükkel kapcsolatban, azért, hogy az emberek ne vegyék félváról a rabbinikus szabályokat. És itt is erről van szó. Ráv szerint
Az, hogy a férfi örökli a felesége vagyonát, az egy rabbinikus szabály, és tekintve, hogy a rabbik megerősítették ezt a kikötésüket, vagy ezt a szabályukat, ezért azt mondták, hogy ezzel szemben a férfi nem tehet állítást. Ha ez egy tórai szabály lenne, akkor tehetne. De tekintve, hogy ez csak egy rabbinikus szabály, és a rabbinikus szabályt megerősítették a rabbik, hogy erősebb legyen, mint a tórai, ezért nem érvényes az állítás. Ez lehetne akkor az egyik magyarázat. Szava rávt naikájom? Várjunk csak. Akkor ez azt jelenteni, hogy Ráv azon az állásponton van, hogy a Tóra szabályával szemben tett állítás az érvényes? Mert ugye akkor a mostani magyarázat szerint Ráv vitatkozik azzal, amit a Simon Gamliel mond, hogy a Tóra szabályával tett állítás az érvényes. Tényleg? Ráv azt mondaná, hogy a Tóra szabályával tett állítás az érvényes? Mert ha itt már Ami mellek a véröly, ami násén lech a lájói, no. Rá van már, hogy és le alavai, no. És mola már, én le alavai, no. Van egy fogalom, amit majd a Baba Metzia traktátusban fogunk részletesen tanulni. A fogalom az, oj, no. Csalás. Miről szól a csalás? Arról, hogyha valamit az értékén felül ad el valaki, vagy az értékén alul vesz valaki, akkor az csalás, és... mi se lehet talán, Hochem? Nem volt hiába való, hogy két bevetés között ide nézett hozzánk, leereszkedett hozzánk, köves úr. Szóval igen, tehát a egy hatodával, vagy kevesebb, vagy egy hatodával több érték felett, vagy érték alatt, az már egy csalás. Most ugye az, hogy no, az egy tórai törvény, tehát a csalás az egy tórai törvény, és azt tanuljuk egy brájtában, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, engem nem érdekel a csalás, veled kapcsolatban, te ha eladsz nekem valamit, nincs csalás. Ráv azt mondja, hogy ilyet nem lehet mondani, tnoi batel, ez a kikötés az érvénytel. És mondja azt mondja, hogy érvényes. Mit látok ebben, hogy Ráv szerint érvénytelen, miért? Mert egy tórai szabályról van szó, és egy tórai szabállyal szemben tett kikötés vagy állítás az érvénytelen, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez az, amiben vitatkozik Rábrában Simon Gamliel-el. Úgyhogy ezt elvetjük. Akkor egy új variáció kell. Akkor most visszatér a kérdés. Hogy értette azt Ráb, hogy a halakhában Simon Gamliel-t követi, de nem amiatt, amit Rab Simon Gamliel mond. Tehát ugye mit mondtam, hogy Simon Gamliel? Ha valaki kiköti, hogy a felesége vagyonát nem örökli, akkor ez nem egy érvényes kikötés. Miért? Mert a Tóra szabályával megy szembe. Azt mondta, erre rá igaza van, hogy nem egy érvényes kikötés, de nem amiatt, amit mondott. El a... Hát lakakram Simon Gamliel, de amár másztán más kazdomot törjött, nagy batav, lőj, mint a mély, de illom is Gamliel szavár, Mésze laira senna, Ráv szavár, Mésze laira senna. Azt mondtam, akkor tudjátok mit? Mondjuk inkább azt, hogy úgy értette ezt Ráv, hogy egyetért Ráv Simon Gamliel-lel abban, hogy aki a Tóra szabályával szemben kiköt valamit, adta a kikötés érvénytelen, de nem ért egyet vele abban, hogy a nőt ebben az esetben örökli a férje vagy sem. Ráv Simon Gamliel szerint örökli, Ráv szerint nem örökli. És hát, hogy váncsod, akkor ez ne, akkor nem jó a mondás, mert akkor itt ez esetben Haimitai Mével Lajkin Haseu. Ez esetben akkor ez azt jelenteni, hogy Ráv egyetért Ráv Simon Gamliel érvelésével, de nem ért egyet a döntésével. Mi meg pont fordítva mondtuk, Ráv azt mondta, hogy egyetért Ráv Simon Gamliel döntésével, és nem ért egyet Ráv Simon Gamliel érvelésével. Elalkak Ráv Simon Gamliel, de a másik Mészaira sen, azt mondják, ha tanultak, legyen egy harmadik variáció. Mi ez a harmadik? Hálaká, Ráv Simon Gamliel. A halaká az, amit Ráv Simon Gamliel mondott, de amár én mész a híre senna, vagy lámítam még. Hogy ez esetben a férfi azt mondja, hogy nem öröklöm a feleségem vagyonát, ha meghal a feleségem, mégis örökli. De nem amiatt, amit Ráv Simon Gamliel mondott. Nílom sem igen, mert a szavább, de a rájszett nagy batöl, ha bedrább bonnont, nagy kájom.
mert most Simon Gamliel azt mondta, hogyha valaki a Tóra szabályával szemben kiköt valamit, akkor az a kikötés érvénytelen, de ha a rabbik szabályával szemben köt ki, akkor azért kikötés érvényes. És Ráv pedig azt mondja, hogy a rabbik szabályával szemben kikötés is érvénytelen. Azt mondtam, hogy ez se jó. Hajketam mélyuk el haszéhu, de Ráv maiszifu. Mert ebben az esetben nem arról van szó, hogy Ráv egyetért a Simon Gamliel döntésével, de nem ért egyet az érvelésével, hanem egyetért a döntésével, egyetért az érvelésével, csak az érvelést még kibővíti, mert ő azt mondja, hogy nem csak a tórai szabállyal szemben kikötött feltétel érvénytelen, hanem a rabbinikus szabállyal szemben kikötött feltétel is. Akkor miről van szó mégis? Elhalakakra most még emlél, de már imély szajra se, no, lábítám meg, de írom sem még emlél a szavai, és aztán báldon rájsza. Akkor mi a negyedik variáció? Hogy a halaká az rabban sem még emlél. De nem a rabban sem még emlél érvelése miatt. Miért? Mit marad sem még emlél? De most sem még emlél azt mondja, hogy a férj nem semmisítheti meg azt a kikötést, hogy a feleségét örökölje. Miért? Mert ez egy tórai szabály. És szerintem minden tórai szabályjal szemben tett kikötés érvénytelen, mert Ráv szabályjal is szabályi drabban, amikor a hamaszú hizők lendevrém, kesel tojra. És Ráv szerint viszont nem, mert Ráv szerint az, hogy a férj örökli a feleséget, az egy rabbinikus szabály, és a rabbik megerősítették azt, amit mondtak. Miben különbözik az elsőtől? Oké. Okay. Nagyon hasonlít az első magyarázatot. Akkor hogyan magyarázzuk most? Azt mondjuk, hogy de most Simon Gamliel is, és Ráv is azt mondják, hogy a férj nem mondhatja, hogy nem örökli a feleségét, csak Rabbi Simon Gamliel azt mondja, hogy azért nem mondhatja ezt, mert ez egy tórai szabály, és a tórai szabállyal szemben tett kikötés érvénytelen. Ráv pedig azt mondja, hogy azért nem, mert ez egy rabbinikus szabály, de egy rabbinikus szabállyal szemben sem köthet ki az ember ilyet, mert a rabbik megerősítették a saját szabályaikat. Oké, de mindesetre akkor ebből az következik, hogy Ráv szerint a nő vagyonának az öröklése a férj által az egy rabbinikus szabály. Ez valóban ez lenne Ráv véleménye? De Ráv szabály, hogy Rúzsusza bármire bonnan, de hatnám. De végnem emberékei, mert a jöjjössz az Isten jákszélebb némi spacha, én náke lahem minha domim. Oké. Kálmánnak volt egy pár nap ezelőtt egy kérdése, nagyon hasonlít ez a témához. Van egy misna, ami a következőt mondja. És először rosszul értelmezzük először a misnát, de most egyenlőre a rossz értelmezés szerint fogjuk tanulni. A misna azt mondja, hogyha egy férfi örökli a feleségét, akkor a jóvelben adja vissza a vagyonát, adja vissza a földet a felesége családjának. Ugye tisztázzuk. Ugye eredetileg a tórai szabály az, hogy minden föld családon belül marad. Vagyis, hogyha én eladok egy földet, akkor azt nem adhatom el, már Izraelben természetesen, akkor azt nem adhatom el 49 évnél tovább. Miért? Mert minden 50. évben van egy jóvelér, és a jóvelében a föld visszatér az eredeti tulajdonoshoz. Vagy az örököséhez. Tehát igazából Izraelben nincs földeladás, csak hosszú távú haszonbérlet van. Megnézik, hogy hány év van még vissza a jóveli, és annak megfelelően adják el, mert ez a jóvelben mindenképp visszatér. Most a misnát úgy értjük, hogy a férj, amikor örökli a feleségét, akkor az nem egy valódi öröklés, hanem az csak egy rabbinikus öröklés, és ezért a jóvel évben vissza kell, hogy adja a férj, vagy a férj örököse, a feleség vér szerinti családjának a földet. És vonja le belőle
Most úgy mondja, hogy nákebbal, mint a domim, az azt jelenti, hogy vissza kell adja, de a vissza kell adja, az nem azt jelenti, hogy ingyen adja vissza, hanem valami olcsó áron adja el vissza a feleség családjának. Most, íke szavar Jerusalem a bádorai számmal jársz? Most ugye ezt hogy értjük? Na bocsánat, ezt mondta Rabbi Yechiel ben Breika. Most hogy kell ezt érteni? Ha a férj, amikor örökli a feleségét, az egy tórai szabály, akkor miért kéne visszaadni az 50. évben a földet a feleség családjának? Ugye? Ő megörökölte, akkor ő az örökös, akkor ez nem egy eladás. Ugye? Ha viszont mit mondunk, idrabanon, hogy ez nem egy tórai szabály, csak a rabbik mondták, hogy a feleséget örökli a férje, és ezért kell visszaadni a feleséget családjának a jóvel évben, akkor domim májvadatéjú? Akkor mi értelme van fizetni? Miért kell, hogy eladja? Értitek? Mit mondta Misna? Misna azt mondta, a jóvel évben adja vissza a feleség családjának olcsó áron. Most, ennek mi értelme van? Ha vissza kell adnia azért, mert ő valójában nem örökös, és ezért az 50. évben a Tóra szabályai szerint vissza kell adja, akkor miért kapna érte pénzt? Ha pedig örökös, akkor miért kellene visszaadja? Ha visszaadja, akkor adja vissza pénz nélkül, ha nem adja vissza, akkor nem adja vissza. Értitek a kérdést egy kicsit? Hát ha visszaadja, akkor gyakorlatilag nem örökös. Így van. Akkor miért kellene érte pénzt kérjen? Így van. Amar ráv leülöm, hogy szavárjön, és szabáld a rájszak. Ki gönsöjn istai bészak var, ez misum gámis pachas, erre mit mondott Ráv? Ráv azt mondta, ez egy félreértés. Nem erről van szó. Valójában a Tóra szabálya szerint a férj ölökli a feleségét. Tehát itt nem arról van szó, hogy azt eredetileg értettük. Mondtam ugye előre, hogy rosszul fogjuk érteni az elején a misnát. Nem arról van szó, hogy a földeket, amit megörökölt a feleségétől, mind vissza kell adja a feleség családjának a jóvelében. Nem, szó nincs erről, nem kell visszaadja. Miért? Mert az, hogy a feleség vagyonát örökli a férje, az egy tórai szabály. Itt miről van szó? Egy speciális dologról. Hogy örökölt egy temetőt. Régen ilyen családi temetők voltak, ugye? Most a felesége révén megörökölt egy temetőt. És ezt a temetőt, ezt vissza kell adja a feleség családjának. Ez egy családi temető. De ez egy rabbinikus előírás, hogy ezt vissza kell adja, viszont nem ingyen adja vissza, hanem el kell adja a feleség családjának. Tehát ennek semmi, azt rávézek szerint azt mondja, hogy azt mondja, hogy örökről, ez egy tórai szabály. Leajlom ke szabály, Jurus szabáldo rájsza. Valójában arról van szó, hogy a feleség vagyonának az öröklése a férj által, az egy tórai szabály. Ukegoin, és itt miről beszélünk? Hogy rásti Isten beiszak farasz, hogy a felesége egy temetőt örökített rá, misum gámis paha, és a család jó hírnevének az okán kell, hogy visszaadja a temetőt a családnak pénzért. Amar, most itt ugye akkor felmerül a kérdés, hogy miköze van ennek a jóvel évhez. Ezt csak zárójelben jegyzem meg. És a kommentárok mondják, hogy valójában ez nem csak a jóvel évre vonatkozik, de a jóvel évben mindenképp. Oké, tehát akkor ezek szerint ez nem a jóvel évvel kapcsolatos szabály, hanem ha a férj örökölt egy vagyont a felesége révén, az az övé. De a rabbik arra kérik, hogy adja el pénzért vissza a temetőt a nő családjának, hogy az a család jó hírnevének az érdekében az náluk maradjon. Máin ákelamin a domim, akkor mit jelent az, hogy pénzért adja vissza, de még keven is tőj. Azt is mondja, Ráv, hogy itt nem azt jelenti, hogy pénzt kell, hogy adjanak érte, hanem azt jelenti, hogy ki kell, hogy fizessék a feleségének a sírhelyét. Ugye a férj el kellett, hogy temesse a feleségét. Ugye azért fizetett. Most visszaadja az egész temetőt a családnak, akkor legalább fizessék ki a feleség sírhelyét neki. Ennyi. Kérde Tánya, a Moicher Kivroj, vagy Derech Kivroj, Mámodoj,
ummakim hespedai, baim bnei spacha ve kövrin öiszei bálkarchai, mi sumkám ispacha, hogy látjuk is, hogy másik helyen van egy olyan szabály, hogy ha valaki eladja a saját jövőbeni sírhelyét, a sírhelyéhez vezető utat, azt a helyet, ahol majd síratni fogják. Tehát vett valaki magának egy sírhelyet, vagy vett neki a apja egy sírhelyet, és utána ő ezt eladja, mielőtt meghalt volna. Akkor hiába adta el, a család rákényszerítheti a vevőt, hogy engedje meg, hogy oda temessék. Mi sumpgám is pach, mert ez a család jó hírnevének az. Van egy családi, hogy mondják ezt, urna? Nem urna. Családi, nem urnának nevezik. Mauzóla? Nem mauzóla. Amikor ilyen családi sírhely. Van a Kozma utcában egy csomó ilyen, amikor bemész jobbra, balra, ahol az egész családot oda temetik. Hogy mondják ezt, Kálmán? Larissa, hogy mondják? Tamás? Salom kell, hogy mondják? Ne. De mindegy, és akkor ott valaki eladja a saját helyét, az nagyon ciki a családnak. Ez most ide a dajcsokat temették, és jön ide egy svarc, hát, ilyet nem lehet. Akkor rá lehet kényszeríteni a vevőt, hogy a dajcsokat temessék oda továbbra is, de ki kell, hogy fizessék azt a helyet, amit ugye adják ott. És ugye ez van a helyzet a férjel, aki a feleségét eltemeti a családi sírhelyben, majd visszaveszik tőle az egész temetőt, akkor az legalább a felesége sírhelyét ki kell, hogy fizessék. Mindenesetre mit látok ebből, hogy Ráv úgy magyarázta ezt az egészet, hogy a tény, hogy a férj örökli a feleséget, az egy tórai szabály. Akkor nem mondhatod azt, hogy ez az, amiben nem értett egyet Ráv Moshe Gamliellel, és mondta azt, hogy ez nem egy tórai, egy rabinikus szabály. Azt mondja, Talmud le tájmed Ráv Jéhlem, Bréjkal már, Ráv velej. Azt mondja, Talmud, Ráv itt nem a saját véleményét mondta, csak a Béhemen Bréka mondását magyarázta, de ő ezzel nem ért egyet. És ezért akkor továbbra is fönnállhat az a magyarázat, hogy ő azt gondolja, hogy azt, hogy a férj örökli a feleséget, az egy rabinikus és nem egy tórai szabály. Oké. Megyünk tovább. Következő misna. Valamilyen új témátról beszél. De ez először kell egy kis bevezetést tartanunk. Tegyük föl, hogy valaki meghal. Amikor meghal, akkor van X értékű öröksége, de az örökséggel szemben van X értékű követelés is. Ugye? Mi a helyzet a követelésekkel? Most vannak olyan követelések, amik a fedezetéül vannak bizonyos ingatlanok. Ugye? Tehát van, aki örököl egy lakást, de a lakás zálogként szembe van állítva, fedezetként van beállítva egy követeléssel szemben. Ugye? Egy tartozással szemben. Akkor nyilván az öröklés után is, ez egy érvényes dolog, ugye ki kell fizetni a követelést. A szabály viszont az, hogy a köszönöm, Gyuri, kripta, családi kripta. Igen, köszönjük szépen. Sőt, látom itt, mint a Larissa, Balázs, Mária, mindenki írja. Köszönöm szépen. Oké, tehát Józsi örökli az apját. Örököl tőle egy rakás vagyont. De örököl egy rakás követelést is, mármint tartozást. A földek, amik zálogként vannak a tartozással szembehelyezve, azokból ki kell elégíteni a tartozásokat. Ez a tartozás, ez lehet sokféle tartozás, lehet például egy kölcsönből származó tartozás, de lehet például egy kötelezettségvállalásból származó tartozás is, mint például egy feleségnek a ketubája. Viszont a szabály az az, hogy ez mind csak az ingatlan vagyonra vonatkozik. Tehát az ingatlan vagyon, az fedezetként bevonható az illető halála után is a tartozásokkal szemben. Viszont az ingóságra nem vonatkozik. Az ingóságnára ez nem vonatkozik, és az ingóságból nem lehet behajtani az illető halála után a követeléseket. Eddig stimmel mindenkinek?
Igen, de ott is az azt jelenti, hogy egy ingatlannak van egy értéke. Tehát, hogyha az az ő ingatlanja, és van még 49 év a nyúlvelig, akkor annak van 100 000 forint értéke. Ha a követelés 100 000 forint, akkor abból azt kielégíti. Ha már csak 10 év van hátra, akkor ugyanennek az ingatlannak csak 20 000 forint az értéke, és akkor ezért világos. De akkor az ugyanúgy van. Tehát végén visszakerül majd a vagyon. De minden esetre... Nem, tehát hogyha nekem van egy, nekem van egy követelésem az illetővel szemben, aki meghalt. Az a követelése 100 000 forint, ő tartozik nekem 100 000 forintot. Én azt az ingatlan vagyonából behajthatom. Mennyi az az ingatlan, amit én kapok ezért? 100 000 forint értékű ingatlan. Hogy határozom meg, hogy mi az a 100 000 forint értékű, mitől lesz az ingatlan 100 000 forint értékű? Attól például milyen a termőnysége, és attól, hogy még hány év van, amíg én ezt használhatom. Ha csak egy év van, az jóvel évig, akkor 50-szer annyi földterületet kapok azért a tartozásért, mint hogyha 49 év van. A kérdés az az, hogy ha jóvel év van és visszakerül a családhoz, akkor elveszíti ezt a lényeget. De nem veszíti el, mert hogyha... Ugyanúgy felmarad, akkor viszont nem számít a jóvel évben. Nem érted. Tartozom nekem 100 000 forinttal. Én ezt kielégítem egy földből, oké? Okay? Most van még 49 év, egy év a jóvelig, oké? Okay? Egy év a jóvelig. Mennyi földet kapok ezért? Annyit, aminek 100 000 forint az értéke. Hogyha megkaptam ezt a 100 000 forint értékű földet, akkor vége van. Akkor megkaptam egy év alatt kielégült a tartozásom. Oké? Okay? Akkor jövőre visszaadom ezt a földet a jóvelében a családnak. Nem fedezi. Akkor megvárjuk a jóvelévet, és akkor újra nekifutok. A családnak van most egy csomó vagyona, én az abból behajtom. Igen, persze, a követelés nem múlik el, csak maximum nem volt hozzá fedezet. Oké, ez az első szabály. Tehát az első szabály az, hogy az ingatlanból be lehet hajtani a követelést az illető halála után, ingóságból nem. Van egy másik szabály. A másik szabály az az, hogyha jönnek a hitelezők az illető halála után, hogy behajtsák a követelésüket, nem elég, hogy felmutatnak egy okiratot, egy kölcsönszerződés például, vagy egy ketubát, hanem esküt kell tenniük, hogy az illető a halál előtt nem elégítette őket ki. Nem fizette ki. Oké. Ami azt jelenti, hogy... Most miről fog szólni a mi misnánk? A mi misnánk arról fog szólni, hogy rendben van, hogy az ingóságból nem lehet kielégíteni a követelést, de mi a helyzet azzal az ingósággal, ami még nincs az örökös birtokában. Okay. Nézzétek meg. Tehát miről beszél? Ha van Pisti, ő tartozott Gézának, Géza, Pisti, János. Tartozott Gézának 100 forinttal. Jánosnak odaadott egy 100 forint értékű tévét. Milyen szép tévé. Oké, most a tévé itt van Jánosnál. Pistinek van egy fia, kis Pisti, ifjabb Pisti. Pisti meghal. És ugye jön Géza, és kéri a 100 forintot ifjabb Pistitől.
Ugye miből hajthatja be ifjabb Pistitől a 100 forintot az ingatlanból? Ezt a lámpát ezt egy kicsit el tudjátok mozdítani, hogy ne világítson rá a... Nem úgy, hanem ebbe az irányba, vagy abba az irányba, hogy ne a táv. Nem, úgy nem lesz jó. Vidd abba az irányba. És a moccan. Ja nem, bocsánat, rosszabb. Menj vissza. Ez jó volt, ez nem jó. Így. Köszönöm szépen, Zsanka. Na, jó ez. Oké, okay, szóval. Ifjabb Pistinek az ingatlanából be lehetne hajtani, de az ingóságából nem. Oké? Okay. De mi a helyzet akkor, hogyha ez az ingóság még nincs ifjabb Pistinél, hanem ez Jánosnál van, akinek odaadta kölcsön még a papa. Akkor esetleg ebből az ingóságból behajthatja-e a követelést a Géza? Miért lenne különbség? Azért, mert amikor itt van az ingóság az ifjabb Pistinél, akkor ifjabb Pisti birtokában van, és ez megerősíti az ő státuszát, vagy az ő helyzetét az ingóság viszonyában. Mert ő birtokban van, az ifjabb Pisti az öröklés révén birtokban van, Géza nincsen birtokban. Éljünk egyet vissza. Mi az oka annak, hogy Géza alaphelyzetben az ingatlanból behajthatja, de az ingóságból nem? Elmagyarázom nektek, hogy milyen. Amikor Pisti kölcsönvet, Pista bácsi, kölcsönvet 100 forintot Gézától, abban a percben az ingatlanja zálogként bekerült az obligóba. Az előírás az az, vagy az, a logika az az, hogy az ingatlan az azonnal zálogosul. Ingóság nem tud zálogosulni, mert az nem egy kötött dolog. És ezért az ingatlan az mindvégig magán viselte ennek a 100 forintnak a terhét. Ezért hiába halt meg Pista bácsi, és lett ifjabb Pistié az ingatlan, az ingatlanon mindvégig ott van a 100 forint teher. Ezért az ingatlanból be lehet hajtani a követelést. Az ingóságból nem, mert az ingóság nem zálogosul automatikusan. Most, hogyha Pista bácsi élne, akkor oké, itt egy követelés, ha találunk vele szemben ingóságot, akkor abban be lehet hajtani. Nem, ha még élne, akkor még az ingóságból is be lehet. Viszont, amikor az ifjabb Pistihez kerül, akkor ott az ingatlanon mindvégig rajta van, de az ingóság, az már annak nincs... Ugye, itt maga a tárgy, maga a vagyoneleme az, ami magán viseli a terhet. Amikor még él Pista bácsi, akkor ő az, aki a követelést magán viseli. És ezért nála még az ingóságból is be lehet hajtani, de amikor egyen lekerülünk az örököshöz, az örökösnél az ingóság már nem viseli, az örökös nem az örökös tartozik Gézának, az apja tartozott Gézának. Pistával szemben Géza követeli vissza a tartozást, akkor az ingóságból is behajthatja. Nem. Kezdjük előről. Egy tartozás nem öröklődik valójában. Tehát azt jelenti, hogyha ifjabb Pisti teljesen vagyontalanul nem örökölt semmit az apjától, akkor ő nem tartozik a Gézának. Okay? Mi az oka annak, hogy ingatlanból mégis be lehet hajtani? Az, hogy ott az ingatlan magán viseli a terhet. Ő nem a követelést örökölte, vagy a tartozást örökölte, hanem megörökölt egy földet, amin van egy teher. Oké? Okay? Szóval az ingatlanból be lehet hajtani a követelést. Az ingóságból nem lehet. Mert az ingóság nem viseli magán a terhet, és és ezért, mivel nem a tartozást örökölte meg, ezért az ingóságból nem lehet behajtatni a követelést.
Viszont, amikor az ingóság nem az ifjabb Pistinél van, hanem Jánosnál van, akinek kölcsön adta azt az ingóságot, még Pista bácsi, akkor az azt jelenti, hogy ifjabb Pisti nincsen jobb helyzetben, vagy jobb helyzetben van-e a ezer ingóság viszonyában, mint Géza. Ugye itt jobb helyzetben van, mert nála van, az ő birtokában van az ingóság. De itt nincs feltétlenül jobb helyzetben, mert mind a kettőjüknek, mind a ketten odaállnak Jánoshoz, és követelik azt az ingóságot. Ő követeli egy múltbéli tartozás miatt, ő pedig követeli az örökösként. Ki van jobb helyzetben? Ki az, akinek erősebb a követelése? Milyen? Mert az ingóság nem viseli a jelzálog terhét, viszont az öröklés terve, az birtoklási joga, az megmarad az örökösnek. Attól meg az övé, és attól meg az övé az ingóság kölcsönben van, már másnál. Ez a kérdés, az örök, több kérdés is felmerül egyre. Egyrészt az a kérdés az az, hogy te azt mondod, hogy az ingóság nem viseli a terhét a kölcsönnek. Kérdés az, hogy ez mennyire igaz. Mert ez esetben például az engedményezéssel mi van? Hogyha én tartozom Gézának, és János tartozik nekem, akkor mondhatom-e azt, hogy János közvetlenül tartozik Gézának? Mert ha igen, akkor összekötöttem az ingóságot Géza hitelével. De akkor az az ingóság mitől viselné, attól, hogy a jelzálló kötelezettség rajta marad? Vagy kell, hogy maradjon, mert különben Gézának semmi biztosítéka nincs. Oké, ez egyik kérdés. Mindjárt vissza fogunk erre térni. Te mit mondtál, hogy az övé? A kérdés az, hogy... Igen, a kérdés, öröklődés az mi? Az a kérdés, az öröklődés az mi? Az egy automatizmus, ahol Pista helyébe lép ifjabb Pista, vagy az egy akvizíció, ott is van egy tulajdonosváltás, mint egy vásárlásnál, vagy egy követelésbehajtásnál, csak egy másik jogcímen. Ezek a kérdések, amik ezt meg fogják határozni. Ez mind csak bevezetés volt. Oké, akkor nézzük. Mi sem észveinniák isó bálhajvéja is, na valaki meghalt, és hagyott maga után egy asszonyt, akinek van egy követelése a ketuba miatt, és örökösöket. Hajjalöjpi kadöny, oly milve, biadachénim. De volt egy valamilyen zálogban, vagy kölcsönben egy ingósága valaki másnál. Tehát ugye Pista meghalt, ott vannak a Gézáék, ott lehetne rakni még az asszonyt is, akik követelnek tőle, és van egy ingóság János kezében. Rábi tárfenei, mert... Ja, és vannak örökösei, ugye? Ott van ifjabb Pista. Rábi tárfenei, mert... Jinnaszen le kajsel se bahem. Rajzoljuk fel, mert ugye itt Géza, ő egy hitelező. Hitelező Géza. És van az asszony, akinek meg van egy ketubája. Oké? Okay? Neki is tartoznak százal. Oké? Okay? Most mit mond Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon azt mondja, hogy nem az örökösöket illeti az ingóság, hanem vagy a hitelezőt, vagy az asszony. Közöttük is a gyengébbet. Oké? Okay? Visszatérünk, hogy mit jelent a gyengébb, arra majd visszatérünk. Mit mond Rabbi Akiva? Azt mondja, nem könyörülünk rajtuk. Az örökösé az ingóság. Tehát itt a kérdés az volt, hogy kié az ingóság? Ez a TVS kié. Mit mond Rabbi Tarfon? Vagy hitelező Gézájé, vagy az asszonyé. Mit mond Rabbi Akiva? Hogy az örökösé. És a kulon szichén sua, de én a gyöjsén szichén sua.
És mit mond Rabbi Akiva? Nagyon logikus az, amit mond. Szóval tudjátok, miért van ez így? Mert nekik, az asszonynak és a hitelezőnek, ha be akarnák hajtani az ingóságból a követelésüket, amiben Pista tartozott nekik, akkor esküt kéne tenniük. A örök esküt kell tenniük, hogy még nem voltak kifizetve. Az ifjabb Pistának, az örökösnek nem kell esküt tennie ahhoz, hogy behajtsa ezt a televíziót, ezt az ingóságot. És ezért ifjabb Pistának erősebb a pozíciója, mint az asszonynak vagy hitelező Gézának. Nincs feltétlenül az között. Igen. Olyasmi, mint amit a Samke mondott, csak nem annyira erősen, mert ugye a Samke azt mondta, hogy ugyanaz, nincs is az olyan, mint hogyha ő az apja lenne, de nem. Itt is egy akvizícióról van szó, de ez az akvizícióhoz nem kell semmi. Megörökli automatikusan. Nekik ott van egy aktus, esküt kell tenniük, hogy még nem lettek kielégítve. Megyünk tovább. Niach peiros lushim min a karka. Mi a helyzet akkor, hogyha nem másnak a kezében hagyott ingóságot, hanem volt egy földje, és a földet learatta, de még nem gyűjtötte be a learatott földet. A learatott termés az alapvetően ingóság, de mégsem teljesen ingóság, mert még a földön van. De mit mond? Kola köjdem zahabahem. Aki előbb bearatja ezt a termést, az azé. Zaha isa mikszubasza, ubálch jöjszer mikszubasza. Oké, tehát akkor ez szerint itt egy kicsit eltér a szabály a normál ingóságtól, mert itt aki előbb magáévá teszi azért, tehát ha ifjabb Pista teszi magáévá, akkor az övé, ha az asszony, akkor az övé, hogyha a hitelező Géza, akkor az övé. Mi van akkor, ha többet tettek magukével? Tegyük fel az asszony vagy a hitelező Géza, mint amivel tartoztak nekik. A Mois Rav Tarfreime Jinnassen le Kaisen Sebahem, akkor adjuk annak a maradékot, aki még nem lett kielégítve. De mi a kivajmér, én merákmén be dinei, Nassen le Jöjsim, és a kulam cichem soha, vagy én nem jöjsim cichem soha. Oké, még egyszer, tehát amikor van a föld, és a földnek a termése már le van aratva, és abból odarohan, akkor azt mondjuk, aki előbb odarohan és magáévá teszi, az azé. Ha ifjabb Pista az övé, ha hitelező, akkor az övé, ha az asszony, azok az övé. Mi van akkor, hogyha valamelyikük, a hitelező vagy az asszony, többet gyűjtött be, mint amivel tartoztak neki, akkor a felesleg, ami a tartozás fölött van, az kinek jár? Azt mondja, ami tárfon a másiknak. Oké? Aki nem, tehát az asszony gyűjtött be többet, akkor a hitelezőnek, a hitelező akkor az asszonynak. Rabbi Akiva mondja, mit mond? Nem, itt is minden az ifjabb Pistié. Miért? Mert az ifjabb Pistének itt is nem kell esküt tennie, nekik viszont esküt kell tenni. Oké. Eli tart a misna. Akkor mi volt a misna első esete? A misna első esete az volt, hogy Pista tartozott a hitelezőnek 100-zal, vagy az asszonynak 100-zal, és volt egy 100 forint értékű televíziója Jánosnál, meghalt. Kié az a 100 forintot érő televízió, ingóság? Ifjabb Pistája az örökösé, vagy az asszonyé, vagy a hitelezőé? Most, milyen módon volt ez a 100 forintot érő televízió Jánosnál? Két dolgot is mondott a misna. Milva vagy pikada? Vagy mint kölcsön, kölcsön adta a tévét. Vagy zálogban, vigyázz rá kérlek. A zálog itt azt jelenti, hogy az ágnak mondják, amikor odaadom neked, hogy őrizzel. Őrizzel. Oké? Okay? És először azt fogja a misna, vagy a Talmud tisztázni, hogy miért volt szükség a misnában mind a két kifeje, mind a két esetet használni, amikor zálogban van Jánosnál a 100 forintot élő színes tévé, vagy amikor kölcsönben van Jánosnál a 100 forintot élő színes tévé. Mi szükség van mind a két variációra?
Miért kell, hogy a misna beszéljen egyszerre kölcsönről is, meg zálogról is? Cicha, de itt a nem milva, be ha a kamera mit árf, mi sem de milva lehagy szóval nyitna. Ával pikadain, de iszebe énej, éjma majdén lejl, rabia kiva. Azt mondja a tanul, miért? Mert ha csak mint kölcsön lenne, a kölcsön lenne megemlítve, és nem a zálog, akkor a kölcsönnél van egy olyan alaptézis, milva lehagy szóval nyitna. Ha én kölcsön adok neked valamit, akkor azt azért adtam kölcsön, hogy használd. Neked nem az a felséget, hogy azt a színes tévét ad vissza, hanem hogy adj vissza egy színes tévét. És ezért nincs, fizikailag nincs ott az a színes tévé. Igen, itt igazad van, a magyarban, tehát itt úgy adta a színes tévét kölcsön, hogy nem a tárgyat adta, hanem mint egy hitel adta kölcsön. Mi a héberben hasalá, vagy mi halvá? Ugye ez a... Itt hálváról van szó. 100 forintot kölcsön. Itt a tévét adta kölcsön, de az azt jelenti, hogy a tévét elhasználhatod, a lényeg, hogy egy tévét adjál vissza. Így van. Most ugye mivel így, ha csak ez lenne, akkor azt gondolnánk, hogy ebben az esetben mondja azt Rabbi Tarfon, hogy elsőbséget élvez az asszony és hitelező Géza, de Ávapi Kadin, de Iszabein, Eim a Majdilérebe kíván, de hogyha zálogról van szó, amit magát a színes tévét fizikailag kell, hogy őrizze János, akkor lehet, hogy azt hittük volna, hogy amit Árfan egyetért Rebbe Akivával, hogy az örökösök élveznek előnyt. De így, Tána, és hogyha behak, Kamár Rebbe Akiva, Ávapi Behák, Eim a Majdilérebe Tárfan, ha pedig fordítva csak a zálog lenne, akkor azt gondolnánk, hogy Rabbi Akiva csak a zálog esetén mondja azt, amit mond, de a kölcsön esetén egyetértelmi Rabbi Tarfonnal, Cricha, ezért kell, hogy mind a kettőt mondja. Oké. Okay. Ezt akkor tisztáztuk. Akkor mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Rabbi Tarfon szerint kié a tévé? Nem. Azt a Rabbi Akiva mondta. Vagy a hitelező, vagy az asszonyé. Most hogy mi hogyan fogalmazott Rabbi Tarfon? Jinnaszin la kölyösel se vahem. Adja a gyengébbnek. A kettő közül melyiké, az asszonyé, vagy a sima hitelezőé? A gyengékbé. Kit értett gyengébb alatt? Bjöjsz bájhanina ammár le kölyösel se berre aja. Rabbi Jaisi Bechanina szerint azé, akinek amúgy gyengébb a pozíciója. Mitől gyengébb a pozíciója? Bármilyen hitelről van szó, minél későbbi rajta a dátum, annál gyengébb a hitelezett pozíciója. Miért? Vagy a hitelező pozíciója. Miért? Ha én kölcsön adok neked 100 forintot, és a Salomke is kölcsön ad neked 100 forintot, de én október 10-én adtam kölcsön, a Salomke október 30-án, akkor az én 100 forintomat több ingatlanból tudom, lehetséges, hogy több ingatlanból tudom behajtani, mint a Salomke a 100 forintját. Miért? Mert minden olyan ingatlan, amit október 10-e és 30-a között adtál el, az nekem fedezett, de a Salomkének még nem fedezett. Értitek? Én kölcsönadtam neked 100 forintot. Volt 10.000 forint értékű ingatlanod. Mind a 10.000 forint értékű ingatlanod, ami akkor, amikor én kölcsönadtam neked 100 forintot, az fedezetként szembeállítható az én követelésedben. Pillanat, hogy mondjam végig. Ha eladtad október 12-én a 10.000 forintot érő ingatlanodnak a 99,9%-át, és mondjad 30 forint értékű ingatlanod, majd ezek után Somka kölcsönadott neked 100 forintot, akkor az ő követelésével szemben már csak az a 30 forint maradt. És ezért minél későbbi a dátuma a szerződésnek, annál gyengébb a követelés. Igen, Somka? Veszek is ingatlan, nem kötelezem. Miért feledezt? Igen, de várj, de... 10 nappal később mindenkinek kevesebb ingatlan lesz, vagy több az esélye, hogy kevesebb ingatlan lesz, mint hogy több ingatlan. Mert ha emberek adnak egy ingatlan, az valaki meg is veszi, vagy ő veszi. Igen, de minden, amit később vesz, az már nem vonható be fedezetként. Én mit vonhatok be fedezetként a kölcsönnel szemben?
azt, amit akkor, ami akkor volt nálad, amikor én kölcsönöltem. Oké, de mondjuk, ha te adtál nekem kölcsön október 10-én, tudod egy jó. Igen. És akkor volt 10.000 forintos ingatlan. Igen. Eladtad, amikor annak nem tudom, 99.000-et eladtad. És a kárnál adott nekem kölcsön október 19-én, de 19-én, vagy 18-án vett még egy 10.000 forintot ingatlan, akkor abból a 10.000 forintot ingatlanból te nem vehetsz. De, hogy ne vehetnék? Én abból vehetek, amit te már eladtál. Te, ha eladtad az ingatlant, azután, hogy én kölcsönadtam neked, engem az nem érdekel, mert én attól is behajthatom, akinek eladtad. Azt értem, de ha utána, miután te nekem kölcsönadtál, én vettem egy másik ingatlant, okay. Akkor nem vett, de akár már azt visszavehet. És ez... Nem, itt azt mondja, hogy... Egyébként, imjesli, és miért nem adtam még kezdetbe elvált. אתה בעבר, 15 אוקטובר הוא בא 20 אוקטובר. ב-15 אוקטובר היה לי אדמה, מכרתי אותה יום אחרי. אתה יכול לקחת את האדמה הזאת אליי, נכון. אבל ב-16 אוקטובר אני קניתי אדמה חדשה. הוא ב-20 אוקטובר הלוואי ממני. ב-21 אוקטובר אני מכרתי את האדמה. כן, אבל ממה קנית את האדמה החדשה? מהכסף שקיבלת מהאדמות שמכרת? אז מה יקרה? אני אבוא ואני אקח את האדמות שמכרת, האנשים האלה יבואו ויבקשו ממך את הכסף שקיבלת מהם, והם ייקחו את האדמות שקנית מהם, שקנית בכסף הזה. ha te neked volt 10.000 forint értékű ingatlanod, te azt eladtad, úgyhogy tartoztál nekem, akkor én oda megyek azokhoz, akiknek eladtad, azok vissza, nekem adják a földet, ők visszamennek hozzád és kérik a pénzüket, ha te közben vettél más ingatlan, akkor ők fognak elmenni ahhoz, aki, érted? Akkor Kálmán mindig nincs jó helyzetben. Oké, tehát akkor Jöjjsze Bárkánina szerint mi számít, mitől lesz valaki gyengébb? Attól, hogy minél később van a stár. Az okirat minél később lett aláírva, annál gyengébb. Tehát mindegy, nem az a minőség meghatározó, hogy ez most egy ketuba, vagy egy hitel, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mikor a stár. De Bia Jéhelena már... Minél későbbi, annál gyengébb a fedő. De Bia Jéhelena már... Szubac isum isum china. De Bia Jéhelena azt mondja, hogy nem. Itt arról van szó, hogy a nőjé. A nő elsőbséget élvez. Tessék, Larissa, nem itt vagy velünk. A nő elsőbséget élvez. Miért? Misum hina. Azért, hogy a nő szemében kedves legyen egy férfi. Magyarul? Azt mondja, hogy egy nő ne vonakodjon házasodni, ezért az ő követelését minden más hitel elé helyezünk. És ezért a nő elsőbséget élvez, amikor ezt a követelést behajtja. Kezdett nagyra, hogy nyami nagy, mert a kölcsön rájba hukkase, hogy lazra emberek szubasz isa, Misum hina, de ahogy ezt tanultuk másodt is, hogy ez már egy korábbi bölcsek közötti vitában is felmerült, hogy a Benjamin között, Rabbi Benjamin szerint a későbbi ő a gyengébb, mert neki van kevesebb ingatlan, amiből behajthatná az ifjabb Pistitől, és Rabbi Elazar szerint pedig a női követelés, a nő követelése az, ami gyengébb, és vagy azt akarjuk megerősíteni azért, hogy a nők inkább menjenek hozzá a férfiakhoz, ne vonakodjanak házasodni, és ezért az ő követelésüket minden más követelés elé helyezünk. Oké. Okay. Niach Pérészet Lusi, megyünk tovább. Ugye ez volt az alapeset. Mi volt a következő eset? Amikor nem egy sima ingóságról van szó, hanem egy learatott szüretről, de még nem lett be egy learatott termésre, ami még nem lett begyűjtve, mert a földön van. Ugye, és mi az érdekes, hogy még nincs senkinek a birtokában. Egy olyan ingóságról beszélünk, ami még nincs senkinek a birtokában. Mit mondtunk erről? Hogy Rabbi Tarfon szerint kié? Emlékeztek, kié? Hitelező és az asszony. És azt mondta a Misna, hogyha több van, mint amennyi a tartozás,
akkor azt a tárfolyamadják szerint adják egymásnak, a hitelező meg az asszony. Rabbi Akiva azt mondja, hogy nem, a örökösé. Mert azt mondja a Talmud, Rabbi Akiva máire maisz, és akkor nem idősén. Szerintem fáncsak, szóval Rabbi Akiva szerint ez nem logikus, mert Rabbi Akiva szerint azt kéne, hogy mondjuk, hogy az egész az örökösé. Ugyanúgy, mint hogy az ingóságnál is az egész az örökösé. Akkor miért csak a pluszról mondja ezt? Azt mondja, Talmud, igen, ilyen a hinámi, tényleg így van. Bájdem, Rabbi tárfolyam maisz, nem nem ilyen maisz. Valóban így van. Rabbi Akiva szerint az egész az örökösé. Tehát Rabbi Akiva szerint ugyanúgy, ahogy a színes tévénél, ugyanígy a learatott, de nem begyűjtött termésnél is az egész az örökösé. Azt mondja a Talmud, Rabbi Akiva tfisza löjme hanyelék lál? Rabbi Akiva szerint akkor ezek szerint egy ilyen gazdátlan ingóságnak a birtokba vevése az egyáltalán nem számít. Tehát hiába megy oda előbb az asszony, vagy a hitelező, és teszi magáival a termést, az nem számít. Amrav Nachman, húse tafesz mechaim. Azt mondja, de Rabbi Akiva szerint is számít. Rabbi Akiva szerint is számít, de csak akkor, hogyha még élt az apa, amikor magáival, amikor a birtokába veszi a hitelező a learatott termést. Oké. Okay. De Rabbi Tarfon de Manchehecha. Rabbi Tarfon szerint, aki szerint eleve az számít, hogy kitette magáévá ezt a learatott termést. Hol van ez a learatott termés? Rábi Smoldar, mint a vájve hús, se cvurinum nachim rüsus a rábim, ábe be szimtaloj. Rábi Smoldar szerint ez csak arra vonatkozik, amikor amikor a közterületen van ez a termés. Mert akkor a közterületen van, akkor az tényleg még senkié, és aki előbb magáévá teszi, az azé. Ha viszont valamilyen elkülönített helyen van a termés, akkor az nem, mert az elkülönítés az már a birtokba vételt jelenti. Rabbi Yochanan és Lakis Damtájá Filube Szinta. Rabbi Yochanan és Lakis nem ért ezzel egyet. Szerintük, hogyha egy elkülönített helyen van, akkor is, aki előbb magáévá teszi, és birtokába veszi, azé. De dunda jönnék Rabbi Tarfon, de a hadrére is Lakis le uvde minájú. Oké. Okay. Ó, Istenem. Oké. Okay. Térjünk vissza az alaphoz. Ja, akkor van egy vita Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva között. Mi volt a vita Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva között? Hogy ez az ingóság, ami a mi táblánkon felrajzolt rajz szerint Jánosnál van, az örököst illeti, vagy a hitelezőket illeti? Rabbi Tarfon azt mondta, hogy a hitelezőket illeti, Rabbi Akiva azt mondta, hogy az örököst illeti. Történt a következő. Dunda jönnek-e Rabbi Tarfon? Egyszer úgy pászkenoltak, mint Rabbi Tarfon. Kit követ a halakha? Ez a kérdés. Egyszer úgy pászkenoltak, mint Rabbi Tarfon, hogy a hitelezőket illeti. Hadrésre Lakisra uvdominájú. És Rés Lakis, amikor ezt megtudta, visszavonta a döntést. És azt mondta, nem, a halakha Rabbi Akiva, ezért elvette a hitelezőktől, és odaadta az örökösnek. Most előbb van egy kérdés. Ha valaki elmegy egy bíróságra, és a bíróság tévesen dönt, azt vissza kell csinálni, vagy sem? Értek a kérdés? Ez egy általános kérdés. A bíróság téves döntésével mi a helyzet? És van egy alaptézis. Az alaptézis az az. Két alaptézis is van. Az egyik alaptézis az az, hogy ha tórai törvénnyel szembe ment a döntés, akkor vissza kell csinálni. De hogyha egy rabbinikus vita, a rabbik közötti vitában a tévesen nem a halachikus véleményt követte, hanem a másikat, akkor nem kell visszacsinálni. Miért? Mert van kire hagyatkozzon. Nem arról van szó, hogy teljesen tévedés. Egy totál tévedés volt. Arról volt szó, hogy van egy vita. És a vitán belül ő nem azt a véleményt követte a döntésében, amelyik végül is a halachá, hanem a másikat, akkor mégiscsak van kire hagyatkozni, és ezt nem kell visszacsinálni utólag.
Csak ez egy első szabály. Van egy másik szabály is. A másik szabály az az, hogy Rabbi Akiva, ha vitatkozik valakivel, a halakha mindig Rabbi Akivát követi. Oké, ezt jegyezzük meg. Oké. Hogy itt mi történt? Valaki, itt van egy vita Rabbi Tárfán és Rabbi Akiva között. És Rabbi Tárfán szerint döntöttek, hogy jött és Lakis, és visszamondta, azt mondta, nem, a halakha Rabbi Akiva, visszacsináljuk, amit itt történt. Azt mondta neki Rabbi Yochanan, azt visszakesett tajra? Csak nem azt akarod mondani, hogy amit itt Rabbi Akiva mond, az egy tórai szabály. Mert különben miért kéne visszacsinálni? Mit mondtunk? Mikor csináljuk vissza a rossz döntést? Ha a tórával szembe ment az a rossz döntés. De hogyha egy vitás esetről volt szó, és ő nem azt a véleményt követte, amelyik a halakha, akkor van kire hagyatkozni, akkor nem kell visszacsinálni. Értitek? Azt mondja, és Lakis, ha te itt most visszacsináltad, és azt mondtad, hogy Rabbi Tárfán szerint döntöttek hívásan, és ezért most visszacsinálhat, hogy Rabbi Akivát kövessük. Csak nem azt akarod mondani, hogy itt van irány, a tórai erejű dologról van szó, hogy ezért van létjogosultsága annak, hogy visszacsináld. Mi tulajdonképpen a vita lényege? Léma be halke mifligi, de már szavár talbidvár misna hajzer, u már szavár talbidvár misna éne hajzer. Most lehetséges, hogy és Lakis és Rabbi Yochanan azon vitatkoztak, hogy igaz-e ez, hogy csak a tórai szabály esetén kell vissza kell érvénytelenteni a korábbi döntést. Mi ezt alaptézisként fektettük le, de lehet, hogy és Lakis az állásponton van, hogy talbedvár misna, hogyha a misnában, tehát a tanultakban a két rabbi közötti vélemény között a rosszat választotta, akkor is vissza kell csinálni. Viszont nem. Lőj, de kula álma a talbedvár misna, ha izé? Akkor be már mifligi? Mindenki egyetért, hogy nem csak a tórai szabály esetén kell visszalépni, visszacsinálni a döntést, hanem a misnában, tehát hogyha két bölcs között volt a vita, akkor is vissza kell csinálni a döntést. Úgyhogy az a tézis, amit még lefektettünk, hogy csak a tórai kérdésben kell visszacsinálni, ez nem igaz. Ha rabbi közötti vitában is a rossz véleményt követte a döntésnél, akkor ezt vissza kell csinálni. Mi a kérdés? A kérdés az az, hogy valóban igaz-e az, hogy Rabbi Akivának van igaza, amikor vitatkozik valakivel. Ugye ez volt a másik alaptételünk. Hogy amikor vita van Rabbi Akiva és valaki más között, akkor a halakha az mindig Rabbi Akivát követi. És lehet, hogy erről van szó, hogy ugyan igaz az, hogy a halakha mindig Rabbi Akivát követi, de ez csak akkor van így, hogyha ő és a társai között van vita. De ha ő és a bölcsek között van vita, akkor ez nincs így, és ez esetben ebben ki van, ami Tárfannal vitatkozott, ami Tárfan az az ő mestere volt. Mi baj széma? És ezért nem őt követi a halakha. Mi baj széma? De kula álma a lakra, ami kívül, ha vére, vagy lőmi rába, vagy akkor mi fél már szavar, ami Tárfan rába, vagy már szavar, ha vére rába. Egy másik lehetséges válasz az az, hogy mindenki egyetért, hogy Allahán Rabbi Akivát csak akkor követi, hogyha közte és a társai között volt a vita, de nem, hogyha közte és a mestere között volt a vita. És itt az a kérdés, hogy Rabbi Tárfán az valóban a történelmi kérdés. Rabbi Tárfán szerint, hogy Rabbi Tárfán az valóban a mestere volt Rabbi Akivának, vagy a társa. Biba és Szemed, akkor állam, ha vérajába halkam, aki miflegi, már szavar a laha itt már. Már szavar Mátin itt már. Még egy harmadik lehetséges válasz, hogy mindenki egyetért, hogy Rabbi Akiva mestere volt, nem, Rabbi Akiva társa volt Rabbi Tárfán, és az a kérdés, hogy az állítás az úgy szól, hogyha Rabbi Akiva és a társai között vita van, akkor a halakha Rabbi Akivát követi, vagy úgy mondjuk, hogy akkor a halakha Rabbi Akiva irányába hajlik. És akkor, hogyha ez csak így van, akkor nem kell visszacsinálni a rossz.
rossz döntést. Oké. Most történetek következnek. A témával kapcsolatos három rövid történet, és ezzel befejeztük a mai témát. Kriveder Rabbi Yochanan, tafusz parada jászmime szinta. Rabbi Yochanannak a családtagjaival történt, hogy volt egy ilyen eset. Volt egy János. Jánosnak voltak hitelezői, volt egy felesége. Jánosnak volt egy ingósága, nem mondjam, Pista. Pistának volt egy ingósága Jánosnál, Pista meghalt, és az ingóságot magukévá tették a hitelezők. Ugye, de itt nem egy sima ingóságról volt szó, hanem olyasmiről, mint a learatott, de nem begyűjtött termés, elsőleg egy marháról. A marhát magukévá tették a hitelezők. Azt mondják a Médra Béhanem, a Leo Sápirtev szó, és a Béhan azt mondta, ez így van, tiétek. Hiába Rabbi Akiva azt mondta, hogy az örököst illetné, mégis ez a tiétek. Azt mondja, hogy Simon és Lakis, amely Leo Zila Hadur, erre elmentek a Simon és Lakis, és Lakis azt mondta, nem, vissza kell adni, oda kell adni az örökösnek. Azt mondja, hogy a Médra Béhanem, amely Leo Maase, se ke negdi haluk aláj, erre elmentek a Béhanemhoz, és azt mondta, mit tehetek, hogy egy hozzám hasonló szintű rabbi vitatkozik velem. Oké, megyünk tovább. Hú, bakara, de jász, minden tapszit, túra, minél. Hasonló történet, hogy voltak örökösök, akik örököltek egy marhát, de a marha nem náluk volt, hanem a marha pásztornál. És oda ment a hitelező, és magáévá tette a marhát. Bálhaj van már, mert hájmta fisznelé bakara már, láhaj visszatasszé. És az volt a kérdés, hogy mikor vette birtokába a marhát a hitelező? Amíg még élt Pista, vagy azután, hogy meghalt? Hitelező azt mondta, hogy addig, amíg még élt Pista, és azért jogosan tette magáévá. A marhapásztor azt mondta, hogy a halála után, és ezért már nem jogos volt, mert akkor már az örökös kettve, hogy megkapja. Azt mondja, hogy Rav Nachman, amelej iszlak szádi tafszi, amelej láv. Eljöttek Rav Nachmanhoz, és megkérdezte, hogy na, tudsz tanúkat felmutatni, hogy tényleg még élt a illető, amikor magadévá tetted a marháért? Tudsz tanúkat, a marhapásztornak mondta, tudsz tanúkat hozni arra, hogy a tulajdonos halála után tette magáiban a marhát? Amelej láv? Azt mondta, nem tudok ilyet mondani. Amelej nigudi jachal nem éve, a koachobi jadi jachal nem éve, meg hármit a fisztene. Azt mondta, erre Nachman, ha nem tudsz erre tanút hozni, akkor itt van egy migu, van egy olyan logikai csavar, hogy a hitelező mondhatta volna azt, hogy övé a marha. Ha nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy egy tartozás fejében magáévá tette, de még akkor tette magáévá, amikor a tulajdonos élt, akkor migu, mivel hazudhatott volna, ha hazudni akart, hazudhatott volna nagyobbat, mondhatta volna azt, hogy eleve ő volt a marha, és nem ezt tette, ezért elhisszük ezt neki. Amer is lakis, a gajdrösz, én lem hazaka. Azt kérdezte Talmud, na jó, de és lakis egyszer azt mondta, hogy az állatokkal kapcsolatban nincsen birtok status quo, ugye ez az egész előbbi mondásra csak akkor élne, hogyha valóban ki tudnánk jelenteni, hogy a status quo, hogy kinél van a marha, az egy erős pozíció, mert mondhatja azt, hogy eleve az övé volt, és Lakis egyszer azt mondta, hogy az állatoknál, a házállatoknál nincs ilyen, mert a házállatok folyamatosan jönnek, mennek, és ezért a birtokjog az nem egy status quo, azt mondja, shiny tour, de mi szíre le rajja, azt mondja, igen, de a marha az más, mert azt a pásztornak odaadtuk, hogy vigyázzon rá, és ezért ott igenis azon folyamatosan rajta van a tulajdonosnak a birtokjoga, és ezért, hogyha a pásztornál, és ezért a birtokjog igenis egy erős status quo pozíciót ad. De véne szia tafusz ámszadi jászmej, történt egyszer, hogy a fejedelemnek az emberei magunkét már tettek egy birtokba vettek egy szolganőt,
amit megörököltek az örökösök, egy hitel fejében magukévá tettek, mint szinta, úgyhogy az nem a közterületen volt, hanem egy ilyen dezignált helyen. Jasszív, rababau, webchanine, rababau, papi, rababau, nyitzkab, rafkam, jasszív, rababau, rababau, amri lejú, sápír, tafszínú, amri lejú, rababau, misúd, mely szén, inhúg, me hafni lejú, vahú, adin, hú, dande, jannak, kirabi, tárfam, adre, és lak, és údami, nájú. A lényeg az, hogy ugye ott voltak egy pár rabbi, akik azt mondták, hogy helyesen tették, tehát ezt megtehették a hitelezők. Mire Rabbi Abbahu azt mondta, hogy hát nehogy már azért, mert a fejedelemről van szó, ezért protekciójuk legyen. És ő azok után, hogy ők úgy döntöttek, hogy Rabbi Tarfon követik, és Rabbi Tarfon a halaká, és őket illeti ez a szolganő a hitel fejében, visszavonta azt, és Lakis visszavonta, és elvette tőlük, és odaadta az örökösnek. Kedves barátom, a végét érdemes ezt még egyszer megnézni, mert szerintem kicsit sietve tanultuk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás következik. Addig is adán mindenkinek egy gyönyörű sábeszt. Nem holnap reggel, holnap este.